napot, kedves lányok és fiúk! Ilyesem volt még, motorozás közben beszélek. Gondoltam, csinálok egy ilyen videót. Hát, amiről szeretnék beszélni, az igazából csak az, hogy mostanában tervezek, hát másik motort venni. Annak lényegtelen, hogy milyen motor, a lényeg az váltós. És bosszankodom amiatt, mert ebben az országban, komolyan mondom, hát most, hogy a hülyének nézik az embereket. Történt ugyanis egy eset, hogy volt eladó egy motor, tök mindegy hol, nem mondom meg, nem az a lényeg egyébként. És hát az eladó nagyon mondta, ilyen faszal, olyan faszal motor, nagyon jó, ő csinálta magának, nagyon rendben van, küldött róla képeket, megnéztem, képek alapján persze jónak tűnt, oké. Hát jó, mondom, akkor adjon egy címet, és elmegyek, megnézem. Nyilván ebben nincsen semmi különös. Hát ha már annyira fogadkozik, hogy az ilyen meg olyan jó motor, hát akkor persze nézzük meg, van rá pénz, nézzük meg, milyen ez a motor. Hát ugye, nem elég gond volt az, hogy csörgött a blokk benne, főtengely, vagy az alsó, vagy a felső tűgörgő, vagy akár mindkettő, teljesen mindegy, hogy melyik. Csörgött benne, mint az állat. Hát mondom, jó van. Aztán, hát jó, mondom azért, az elég nagy probléma, de azért megmondom, adok neki egy esélyt, mondom, elviszem egy próbakörre, megnézzük, hogy mit bír, mit tud. Hát, ebből baromira nem lesz semmi, ugyanis a koplunk nem emelt ki, hát el sem lehetett volna indulni, beúztam a koplunkkart, váltottam egy egyet, bam, egyből leállt a motor. Mi az Isten? Mondja, ismerősöm, akivel voltam, nézni a motort, hogy ó, ne engedd ki hamar a kuplunkart, csúsztad. Hát mondom, hogy? Hát mondom, egy csöppet cseresztettem ki, hát mondom, nézd már a kezemet. Tiszta lakom üresve, merugom a motort. Újra kuplunkart, mert tökig egyet, bum, leáll a motor. Hát akkor már az ismerősöm is nézte, hogy itt már nagyon nem oké. Megnézte a kuplunkból, de nem tudom, persze jó volt. Mondom, akkor legyen egy harmadik elindulás is vele. Természetesen nem emelt ki a kuplunk, ugyanúgy állt, ahogy váltottam az egyet. Jól mondom, visszahúztam üresbe. Mondtam a srácnak, jól van, köszi, hello, szia, szóval vissza a motorodat. Hát, és az közel 200 ezer forint lett volna az a motor. Hát ennyire hülyének nézik az embereket, komolyan mondom, hogy ha pénzt adnak egy ilyen szarért, egy ilyen hulladékért, hát nem értem. Tehát aki árul motort, könyörgöm, ennyire ne nézzük már a vásárlókat, a vevőket ennyire hülyének, komolyan mondom. Szóval annak lehet olyan ember, aki kicsit balga, kicsit buta hozzá, de könyörgöm, ennyire ne nézzük már madárnak az ember, komolyan mondom. Itt megállok itt. Az a lényege, megnéztem már egy pár motort, de az igazság, hogy 200 alatt egyszerűen nem lehet olyan motorhoz hozzájutni, ami úgy arányilag jó. Én megértem, hogy persze költeni kell rá a használt motor, nyilván nincs ezzel probléma, de azért ne egy húzalékot áruljanak már közel 200 ezer forintért. Tehát nem, egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire az emberek ennyire pénzéhesek, ennyire hülyének nézik a másik embereket, tehát egyszerűen hihetetlen. Ígérgetni tudnak,
hitegetni az embert, de mikor oda kerül a sor, hogy na nézzük meg, mit tud a technika, hát egy meg így fos, összefossa magát a technika rögtön, és egy nagy hulladék az egész. És azért még pénzt kérnek. Tehát hihetetlen, komolyan mondom. Szóval, hát így esetleg ilyenben gondolkodnak, hogy használt motort árulnak. Srácok, lányok, ne nézzük már ennyire madárnak az embereket, jó? Tehát értem én, hogy kell a pénz, meg meg akarunk tőle szabadulni, de azért korrektan valljuk már rá, hogy mik a hibája a motornak. Nyilván ennél a motornál is rákérdeztem a legutóbb, hogy van-e hibája, persze nincs hibája, semmi baja nincsen, ja persze, csak nem emel ki a kuplung, főtenger ki kéne cserélni, szét kell húzni a blokkot, á, de semmi baja nincsen, persze, tök kasza a motor, vagy ne. Szóval, de persze vannak korrekt eladók is, nem azt mondom, tisztelet a kivételnek. Volt olyan is, akit felhívtam, álltam olyan jó a váltója, kicsit szorul, nehezen lehet vele váltani. Jó, oké, köszönöm szépen, visszahal, hát ennyi. Hát el tudtam dönteni, hogy akarok-e vele foglalkozni, vagy nem. Nem akarok vele foglalkozni, nem akarom megnézni a kuplunglamellákat, a fogas, váltom fogaskerekeket, nem akarom szétbontani, ennyi. Tehát nem akarok vele baszakodni. Tehát, ja, a másik meg vásároltam elmúlt napokban, hetekben egy új benzincsapot. Hihetetlen ezek az ipari hulladékok, komolyan mondom, egyszerűen hihetetlen. Tehát ugye így van tartalékon az állás. Így ugye alapesetben nyitva van, ugye így pedig zárva van. Ezzel ez a az a probléma, hogy nyitva van a csap, és nem engedi át a benzin. Hát hihetetlen, tehát komolyan. Szétszettem az egészet újra, megnézegettem egy kis izével, vékony kis dróttal, hátam valami kis piszok forgát, benne van a kis lyukban, kifúrt lyukban, de semmi, egyszerűen nem ereszti át a benzin. Csak tartalékon hajlandó folyni rendesen a benzin a karburátorban. Egyszerűen hihetetlen. Ez az egyik dolog. Másik dolog, lefessettem újra a tankszettet, ugyanis ez úgy lett lefújva, hogy a sima fémre ráfújták a kék festéket, azt is csak egy rétegben, és kész. Nem is volt benzin és olajálló, szar volt az egész, kezdett rozsdásodni. Lecsiszoltam, lealapoztam epoxi alapozóval, és lefújtam ezzel a színnel. Na most ez a szín, egyrészt királykék színnel árulták, na ez szerintem ennek köze nincs a királykék színhez. Ez csak az egyik dolog, a másik dolog meg, hát úgy írták, hogy benzinös olajálló a festék, nagy-nagy lószart. Egyáltalán nem benzinös olajálló a festék, rá lett csöpögtetve a száradás után a tankra a benzin, le lett törölve, a rongy egyből ragadt rá, szóval hihetetlen. Tehát ez is egy nagy átbaszás az egész. Úgyhogy, amint látható, már azért elkezdett csöpörögni itt az eső. Már mondjuk, amikor ez a felvétel készül, bőven délután van, úgyhogy szerintem megyek is vissza, mert nem akarok elázni. Úgyhogy hát ez egy ilyen dolog, ahol egyre jobban esik az eső. Úgyhogy voltam benzinkúton, kannába hoztam benzint, 3 liter, nem sokat. Korábban vásároltam egy liter KC-olajat, mert ugye elfogyott az előző, és ugye benzint keverni az olajjal. Hát semmi más nem volt, csak ázi Meister-style olaj. Hát kicsit óckodtam tőle, hogy meglegyem, de hát tényleg nem volt más abban az üzletben, ahová mentem. Így hát kénytelen voltam megvenni. Elnézést. És hát füstöl tőle a motor rendesen, tehát elég szarolaj. Úgyhogy én nem nagyon ajánlom senkinek. Oké, hogy két motor füstölni fog minden olajtól, ezzel teljesen tisztában vagyok, de ennyire azért az előző olajtól nem füstölt. Úgyhogy
hogy szor ez a házi Meister Tyler. Persze nem nincs.